Kedves nézőink, híreink következnek. Nézzük először röviden. Elkészültek a felnőtt fitness parkok. Hamarosan elkészül a házi orvosi rendelő tetőszerkezete. Befejeződnek a kátyúzások. Keresztény misszió Pomázon. Szerbiából érkeztek gyerekek a Teleki Vattai kastélyba. A 10. lovas majálés. Havonta vizsgálják a dunamenti települések strandjainak vízminőségét. Rendőrök az óvodákban és iskolákban. A polgármesteri keretből felnőtt játszótér kialakítására került sor két helyszínen is Pomázon. Átadásra kerültek a felnőtt játszóterek? Hogy jött ez az ötlet különben? Hát ez az ötlet bármi furcsa, a polgármesteri programom idején a saját fejemből pattant ki, mert láttam ilyet a környékbeli településeken. A Szelisei parkban elhelyezett testedzőgépeket a mozgásra vágyó fiatalok és felnőtt lakosok előszeretettel használják, és a közelmúltban a Karitászház melletti zöld területen kialakított felnőtt fitness parkot is birtokba vehették a pomáziak. A rendeltetésszerű használathoz nagy segítséget nyújt a napokban kihelyezésre került használati oktatótáblák. Mit szólsz ehhez a fitness parkhoz? Nagyon örülök neki, nagyon örülök, sőt, ez igazából felnőtteknek való, nem gyerekeknek, de ők is hadd próbálják ki, hogy egyáltalán mozogjanak. Ez a lényeg, hogy a mozgás. Pomázváros önkormányzata megkezdte a háziorvosi rendelő tetőcseréjét. Az épület szigetelése, ablakok cseréje, festése már elkészült, most a tetőszerkezet újul meg. Még az idei évben a parkosítás is befejeződik a házi orvosi rendelők környékén. Ki látja, most föl van állványozva már az orvosi rendelő, ott is megyünk tovább a tetőhöz, azt is megpróbáljuk kicserélni. Tehát szép, fokozatosan megyünk. Útkátyúzás. Az iskolai időszak lezárultával megkezdődött a Goethe utca sérült részeinek újra aszfaltozási munkálata. Most rámentünk a költségvetésben megfogalmazott tervek alapján, ugye most a Vas Albert utca lett leaszfalt, ezek a gyűjtőutaknak az aszfaltozása, a Jóbarátok útja lett a belterület határáig megcsinálva, akkor a Gábor Áron utcánál az a mély rész, ami összeköti a Huszár utcával, az borzalmas, az lett kijavítva. Most nyáron a Goethe utca, a Német iskola mellett az, ami lefelé megy, az lesz megcsinálva, de ezt eddig nem kezdtettük el, amíg a nyári időszakban, vagy amíg nem kezdődött el a nyár, mert amíg iskola volt, addig ezt nem lehetett. És folyamatosan a Boglárka utca is szépen lassan, tudom, hogy lassan, de legalább szépen és jól készül vízelvezetéssel, járdával. A misszió parancs Máté evangéliuma szerint menjetek el a népek közé, és tegyétek őket tanítvánnyá. Az új utak keresése, hogy a megszokott formákból kilépjenek, létfontosságú a mai egyház életképessége szempontjából. Fontos, hogy az ötleteknek, kezdeményezéseknek teret adjon. Egyszerre ne adjon túl sokat, hogy időt hagyjon az embereknek, hogy megismerhessék a keresztény gondolkozást, életvitelt, Istennel való kapcsolatot. Már az is nagy eredmény, ha az ige hirdetésével a misszió eléri, hogy egy-egy ember értékrendje megváltozik. E célra rendezte meg keresztény kulturális rendezvénysorozatát a Szent Lukács Gyakorlati Teológiai Akadémia és a Palánta Gyermek és Ifjúsági Misszió Pomázon. 2014. május elején hatalmas árvíz sújtotta a Balkánt. Miután a pomázi szerb nemzetiségi önkormányzat tudomást szerzett a súlyos helyzetről, azonnal gyűjtést szervezett a károsultak javára. A kezdeményezést Vicsi László polgármester is támogatta. A testület elévitt javaslat alapján 200 000 forint támogatást szavaztak meg a boszniai és a szerbiai árvíz károsultak javára. A katasztrófa során Bosznia-Hercegovinában 23 ember hunyt el, és a lakosság egynegyede fedél nélkül maradt. Az ország egyharmada állt víz alatt, amely az iparra és a gazdaságra is katasztrofális hatással volt. 2014. július 14-én Bosznia-Hercegovina nagykövete Zeljko Jánjetovics egy látogatás keretében köszönte meg Pomázváros segítségét. Vicsi László polgármester a beszélgetés során felajánlotta, hogy 2015 nyarán Pomáz örömmel látna vendégül egy hét erejéig a Teleki Vattai kastélyban 50 árvízkárosult boszniai gyermeket és kísérőiket. A csoport az elmúlt hétvégén érkezett meg Pomázra. Az ünnepélyes fogadáson a nagykövet úr is részt vett.
A Pomázi Magyar Vár Alapítvány 13 éve szervezi különböző rendezvényeit a Pomázi Majdán fennsíkon elterülő, leendő Magyar Vár területén. A rendezvények közül nagy érdeklődés övezi a tavaszi lovasmajálist, melyet az idén 10. alkalommal tartottak meg. A rendezvény része a kirakodóvásár és a gyermekprogramok, de természetesen a lovas versenyeké a főszerep. Ez a program mintegy 3000 látogatót tudhat magáénak. Az idei évben sajnos el kellett halasztani a rendezvényt, ugyanis a Nébih egy rendkívüli fertőző lóbetegség miatt az ország több pontján karantént rendelt el. Így lett a lovas majálisból lovas júniális. Az időpont csúszás sajnos a látogatottságon is észrevehető volt. Ennek ellenére, aki kilátogatott, rendkívül jól szórakozhatott. Nyári vízminőség jelentés indul a Dunakanyar strandjainál. A szeptemberig tartó ellenőrzések során Dunabogdánynál, Kisoroszinál, Leányfalun, Pócsmegyeren, Szentendrén, Szigetmonostoron és Tahitótfalun havonta vizsgálják a Duna vízminőségét. Az ellenőrzést és az adatok közzétételét a Coca-Cola Magyarország támogatja, a méréseket pedig az ANTS végzi el májustól szeptemberig. A mintaprojekt célja, hogy támogassa a Dunakanyar menti településeken a Dunához kötődő szabadidőprogramok, sportok, illetve a strandolás fellendítését. A bejelentésre egy sajtótájékoztató keretein belül került sor. Ezeket a vizsgálatokat most még júliusban és augusztus hónapban is folytatni fogjuk. A vízminőségre vonatkozó adatokat, aktuális adatokat a oki.ants honlapon meg lehet tekinteni, ott állandó frissítés alatt vannak. 2015. szeptember 26-án 8 órától 20 óráig kerül megrendezésre Pomáz napja. A rendezvényt idén is a Művelődési Házban és környékén tartják. Műsorokkal, játszóházzal, kézműves vásárral, büfével várják az érdeklődő pomáziakat. Lesz több száz adag ökörsült és parázsonsült csirke, kóstolnivaló, és a civil szervezetek az idén is főzőversenyen mérhetik össze szakácstudományukat. Az előző évekhez hasonlóan a pomázi civil szervezetek és közösségek számára a város most is sátrakat, két karton ásványvizet, higiénikus étkezési eszközöket, szalvétát, illetve tűzifát tud felajánlani. Ezen felül sorasztalokat és padokat korlátozott számban lehet igényelni. Rendőrségi hírek. A Szentendrei Rendőrkapitányság rendőrei a tanév utolsó hetében és a nyári táborokban sem hagyták unatkozni az óvodásokat és iskolásokat. Több óvodai és iskolai rendezvényen, valamint táborban jelentek meg bűn- és baleset megelőzési programokkal. A rendezvényeken a gyerekek ügyességi pályán adhattak számot közlekedési ismereteikről, megtekinthették a szolgálati gépkocsikat, motorokat, valamint betekintést nyerhettek az új lenyomatvétel és a fényképezés rejtelmeibe, kipróbálhatták a csapatszolgálat felszerelését. A rendőrök sebességmérő készülékkel megmérték, hogy milyen gyorsan tudnak futni. A vállalkozó kedvűek teszt kitöltésével mérhették fel közlekedési ismereteiket. Pomázra meghívást kaptak a szolgálati kutyák, valamint a csapat szolgálati felszerelést is kipróbálhatták az iskolások. Kedves nézőink, hírbeszámolónkat hallották!